Egy szúró, néha égető fájdalom járt át. Olyan érzés volt, mintha valaki egy forró piszkavasat szúrt volna a vállamba, és így kínzott volna. A fájdalomtól már sírtam. Egyik reggel nagyon erős fájdalmat éreztem a vállamban. Nagyon zsibbadt, bizsergett, és volt, hogy lüktetett. És a zsibbadás egészen az ujjamig futott. Azt gondoltam, elaludtam a karom, vagy valamit emelhettem korábban, és azért zsibbadt el. Talán munka közben. A kezeimmel egyre kevésbé tudtam fogni. Annyira rossz lett, hogy nem bírtam vinni semmit sem. Még egy teljes üveget sem tudtam megemelni. Nem mentem el orvoshoz kivizsgálásra, mert nincs biztosításom. De ha egészen őszinte akarok lenni, egyszerűen nem volt rá pénzem. Abban reménykedtem, hogy talán majd magától rendbe jön valahogy. De sajnos nem így történt. Imádkoztam. Sokat imádkoztam. Munka közben, ahogy egyik szobából átmentem a másikba, éppen Pat Robertson beszélt. És ahogy elmentem a tévé mellett, azt mondta, a jobb vállában zsibbadás van, zsibbadás van, és most, ha meg tudja érinteni a kezével, Jézus nevében érintse meg, vegye át a gyógyulást, és kezdje el dicsérni Istent. Azonnal a vállamra tettem a kezem, és melegség öntött el. A fájdalom kezdett megszűnni. Eltűnt. És nem zsibbadt többé. Nagyon meghatottam. Úgy sírtam, mint egy kisbaba. Kimondhatatlanul hálás vagyok a gyógyulásomért, azért, hogy fel tudom emelni, és tudom mozgatni a karjaimat mindenféle nehézség nélkül. El is felejtettem, hogy milyen volt a fájdalommentes élet. És amikor elmúlt a fájdalom, akkor boldog voltam, hogy a mindennapi teendőkhöz visszatérhetek. Minden nap megköszönöm az Úrnak, amit kaptam tőle. Szeretném továbbadni a bizonyságomat az embereknek. Ragaszkodjatok a hithez és a reményhez, mert az imák valóban működnek.